Hello, sziasztok, üdvözlök mindenkit így vasárnap este. Mint látjátok, egy kicsit átrendeztük ma a DJ pultot, ugyanis a lemezek, a vinylek kerülnek ma előtérbe, és itt emeltem mai vendégemmel, Alex Void. Üdvözöllek a stúdióban. Sziasztok, örülök, hogy itt lehetek. Milyen lemezeket hoztál ma nekünk? Technókat hoztam. Aha. Teljesen újak, frissek. Szuper, teljesen megüdülés, meg tök jó volt, hogy így lemezes szettet fogunk ma nektek leadni, és ha jól tudom, akkor keményebb vonal is lesz, tehát nem ez a lightosabb melodikus, hanem az a real techno világába fogunk ma kicsit elkalózolni. Oké, nem is robolom tovább a műsoridőt, aki nem iratkozott volna még fel a csatinkra, azt tegye meg, illetve lájkoljátok az oldalunkat, és következő egy órában Alex Voidot fogjátok hallani. Let's go! Elérkeztünk az adásunknak a végéhez. Szeretném megköszönni, hogy itt voltál első körben. Hát én is köszönöm szépen. Zseniális volt, amit csinálsz. Nagyon jó. Köszönöm. Nagyon jó vibe-ot hoztál, igazi hipnotik, matekolós, techno, nem ez a kőbalta veretés, hanem tényleg itt azért ment itt a matek a háttérben elég keményen. És kifejezetten nagy felüldülés, hogy lemezekről, és precízen, pengén, ott a set, a mixing, minden tök jó. Nagyon-nagyon király volt. Lehet, hogy az elejét egy kicsit elizgultam, de hát igyekeztem. Ezt nem csak te vetted észre, mint a háttérbe abszolút élveztük az egész 1,5 órát durván, amit zenéltél nekünk így vasárnap. Viszont minden kérdés, vagy minden adás végén hoztam egy-két kérdést, hogy kicsit megismerjünk, hogy beszélgessünk, hogy jobban megismernek a nézőink, köztük én is. Kicsit mesélj magadról, hogy a kezdetekről, a lemezek, mindig is lemez volt, honnan jött ez a zeneszeretet, és maga az, hogy lemezeket gyűjts, ugye ez egy nagy fanatizmusra val. Kicsit magamból is beszélek, mert én se tudok leállni, mert sokszor saját olyan lemezek vannak, amik nincsenek se digitálisan, aminek én örülök is, meg az ember rákényszerül, hogy akkor előkapja a kis analóg hanghordozókat és zenéjen. Mesélj, honnan jött neked ez a vinyl gyűjtés? Hát, mint látható, nem vagyok már a legfiatalabb korosztály. Hát már 20 éve gyűjtöm így a lemezeket. Hát a szeretet az szerintem még kicsi óvodáskorom vezethető vissza. Aha. Ugye otthon volt így szüleimnek kis gyűjtemény, ugye az akkori poprock, meg hasonló, meg... Piramis, Hungária. Igen, meg Dollyról, meg első emelet. Detto, nálunk is. És hát volt egy-két mese lemez is, ugye... Sisi a sárkány. Úristen, az a kedvencem volt. Igen, tehát ezeket is lemezről hallgattam. Aztán hát tinikoromban elkezdtem járni tinidiszkóban, és akkor ott szinte egyből megtetszett az egész zenélés dolog. Mindig, ha tudtam, akkor így próbáltam figyelni, hogy mit csinálnak a DJ-k. Lemezlovasok. Igen, a lemezlovasok. Aztán hát ugye, ahogy cseperedtem, jött ugye a sokak által kedvelt Free magazin. Ugye mindig nézegettem a listákat, az volt a kedvencem, mindig ki mit játszik. Aha. Akkor még nem volt lehetőségem lemezeket venni. Hát mondom, körülbelül egy ilyen 20 évvel ezelőtt, én 2001, kb. Akkor kezdtem el lemezeket vásárolni. Először Progressive House, ami mára ugye klasszik vonal. Azt nagyon szerettem, az volt a mániám. Aztán hát nem olyan régen, így tavaly döntöttem el, hogy most már egy kicsit tovább kéne valahogy lépni. És ez a technovonal, ez az, ami nagyon-nagyon megfogott, ez most így visszatérni látszik a gyökerekhez, szerintem. Abszolút. Nagyon-nagyon-nagyon sokan pár éve még ez a nagyon veretés megy, még most is megy az itt a veretés, de nagyon-nagyon lehet érezni azt, hogy meg alapvetően a magyar mindig is egy techno nemzet volt, én mindig is így nőttem föl. Ide mindig veretni jöttek a... Igen, tehát emlékszem rá még, amikor a prog is, nagy ikonok is, John Digweed, még az M47-be akart jönni zenélni, akkor le is tiltották őt, hogy tesó, hogy de te nem tudsz jönni, vagy túl erről nem hallottam. És akkor ebből volt egy kis fennforgás, hogy akkor ő eljött volna ingyen is, de úgyse engedték. Mindegy, ez egy hosszú történet, aztán végül csak vagy megvalósult, de mindegyben nem vagyok biztos, nem akarok hülyeséget mondani, ne kövezzetek meg. De hogy igen, ez mindig is a veretés volt, de viszont Ez a hipnotik, kicsit ilyen úszósabb techno, viszont ez az intelligens fülekre val, és ez azért mondtam ezt a matekolóst, mert ez nem az a kalapálós, láncos Bergheim dolog, hanem itt azért megy itt a háttérben azért a mutatvány nagyon jó, ki vannak dolgozva a számok, sokszor tört ütem van benne, kiváló hangok, meg fel vannak szépen építve, aztán szépen lett, tehát ez egy minőségi darabok. Hogy a lemez még mindig, kicsit erről beszélgessünk, hogy most már ugye Pioneer 3000 űrhajó kilövő állomás van, meg tévéprojektor benne, meg mindenfajta cside-csada dolgok, de hogy only vinyl. Nagyon sokan próbálják vissza-vissza menni a vinylre, de látom, hogy nem mindenki kitartó, és tudod, így lekocolnak egy idő után. Én is kicsit ilyen vagyok, mert nagyon sok helyen, ahol zenélek, nincsenek lemezjátszók, és nem is alkalmas a hely zenélni lemezekről, és ezért kénytelen vagyok minél többet playereket is használni. Viszont én is gyűjtök lemezeket, de neked hogy jött a szert, hogy tényleg csak a vinyl? Ugye a kontakt a zenével, hogy mélyebb az interakció? Igen. Hát ilyen közhelyes, ugye ez, hogy én szeretem megfogni. Igen, ez nem közhelyes, ez valóban így van. Aki fogott már ilyen lemezeket, az pontosan tudja, hogy a kezében van a lemez, tehát együtt mozog vele. Igazából, hát jó a memóriám, meg tudom jegyezni az előadókat, számcímeket, de azért mégiscsak az, hogy a címke. Igen. Tehát ezekről így... Én nem tudom. És de mégis próbáltam én is más technikákat, de ott azért tényleg meg kell jegyezni az előadókat, a címeket, és így, hát nem tudom, kicsit így nehéz. Ilyen elveszti a... volt, meg nincs meg ez a tényleg ez a feeling. Hogy igen. Hát ugye sokkal közelebb van a kontakt a zene az előadóval. Próbáltam ugye timecode-dal is zenélni, de én nem akarok a laptoptól függni, vagy bármi mástól. Tehát nem tudok rá. Megértem, én totál érthető a dolog. Oké, menjünk kicsit tovább a jövőbe. Milyen célokat tűztél ki így, hogy maga a zenéléssel esetleg van-e valami olyan gól, amit így még így szívesen így behúznál, hogy az egy olyan pont lenne, ahogy azt mondod, hogy na jó, megjöttünk, ez hát, nagy cél. Mondjuk szeretném, hogyha így zenélhetnék bulikban, próbálok azért nyomulni, hát kicsit azért visszafogottan, én mindig egy ilyen visszafogott ember voltam, nem voltam annyira nyomuló, igen. De hát nem tudom, most úgy gondolom, hogy talán megértem rá, így 40 környékén, hogy esetleg így szórakozó helyeken, bulikban is meg tudjam mutatni magam. Abszolút, a zene, amit csinálsz, az excellent. Köszönöm szépen. Az megérette egy jó csarnok bulira, ahol lehet ezt kiélezni. Oké, zárásképpen annyit, hogy hol tudunk téged megtalálni, akár a social médiában, melyik platformokat preferálod, úgymond? Van ilyen Facebook, Alex Void oldalam, van SoundCloud. Ezeknek a linkjét ide berakjuk, és akkor itt tudnak... Van Mixcloud is, hát ott még ugye tele vagyok klasszik progi mixekkel, de most így már igyekszem így technóval megtölteni, igen. Szuper! Nagyon szépen szeretném megköszönni még egyszer, hogy itt voltál. Köszönöm szépen. Felüldülés volt, meg nagyon nagy öröm, melegség volt lemezeket látni, hogy forognak 1,5 órán keresztül itt nálunk a stúdióba. Nektek szeretném megköszönni, hogy itt voltatok. Miatt kikapcsolnánk az adást, tegyétek meg, hogy belájkoljátok az oldalainkat, illetve aki még nem iratkozott volna fel a YouTube csatornánkra, az iratkozzon föl. Vigyázzatok magatokra, tartsatok a távolságot, meg tartsuk tiszteletbe egymást. Remélhetőleg mindenki rendben lesz és túlél, és hamarosan találkozunk akár egy rendezvényen is élőbe. Szevasztok, sziasztok! Sziasztok!